Visszakapták a fesztiválozók a korábbi években felújítás miatt lezárt Farkas utcát a kolozsvári Magyar Napokon. Idén közel 50 helyszínen több mint 500 programponttal várják az érdeklődőket. A szervezők örömére, ahogy Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár elnöke fogalmazott, visszakapták a Viaszakrát, a Farkas utcát a fesztiválozók a néhány éve tartó felújítás után. A munkálatok megnehezítették a kolozsvári Magyar Napok szervezését, a bekötő utcákra költöztették, darabjaira szedték a fesztivál utcát. Idén viszont újra minden a régi, kézműves és könyvvásár, illetve a múzeumok sétánya is itt található. Nyilván van, aki elsősorban a koncertekre jön, van, aki a különböző egyéb rendezvényekre, mi pedig értelemszerűen jövünk a könyvekkel. És még nem is biztos, hogy olyan nagyon sok könyvet vásárolnak, de nagyon sokan eljönnek, beszélgetünk, a kapcsolatot ápoljuk. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon erősen éreztük is, hogy visszavetett minket a járvány. Az elmúlt évhez hasonlóan a kolozsvári Magyar Főkonzulátus udvarán is szerveztek különféle programokat. Közéleti beszélgetésekre, könyvbemutatókra, koncertekre, borkostolóra várták az érdeklődőket. Fekete Henriett, a trufarom gombásza, a borok és a szarvasgomba párosáról adott elő. Próbáltuk a borokat összeválogatni úgy Magyarországról, meg a környező országokról, és mindegyikhez párosítottunk egy-egy szarvasgombát. Ugye a szarvasgomba az itt elég nagy mennyiségbe terem országunkba, úgyhogy miért nem mutatnánk be ezt a különlegességet is ezzel együtt. Az estéket hagyományokhoz híven koncertek zárják, ezek többnyire a főtéri színpadon kapnak helyet. Fellép a The Titans, a Honeybeast és a Mendoki Soulmates.